Sziasztok! Sziasztok! Szia, Rani, de imádlak, hogy itt vagy! Figyelj, gyorsan összetük a live-ot, mivel hogy olyan live, hogy meg fogtok halni. Jaj, hol a masz? Tök jó, szia, itt vagy, vagy. Köszönöm, Beatrix, jó, figyelj! Na figyelj, ez most olyan meghalós live, gyorsan osszátok, igen, osszam mindenki a live-ot. Szia, Melinda, innentől 24 órába fogok live-ozni, lesznek kemény live-ok, lesznek vicces live-ok, ez egy viccesebb, szia, Stoika Gábor, szia, sziasztok, csumi, csumi, puszipál, látjátok, négy napszemeggel vagyok a fejemen, háttérbe szakad az eső, szia, Csajzi, szia, Remni, imádlak, estére is jövök a live-a, szia, János, figyelj, nagyon jókat írsz ki az oldaladra, úgyhogy szoktalak figyelni. Na most osszátok a live-ot, mert egy őrült live, és hoztam a napkrémet, figyeljétek. Na, pozitív gondolkozás lényegéről fogok beszélni, négy napszeg, egy, kettő, három, négy napszeget reklámozom magamon, nem hoztam ki az összeset, úgyhogy nyugi. Na figyeljétek, osszátok, osszátok, osszátok a live-ot, szia, gyöngy, ó, nem látok olvasni, szia, még veled privátban beszélni. Oké, János, vége a live-nak, utána vagyok, ugyanis Írország is karantén alá kerül, de ez most nem az a rész. Most itt mögörülök, és este jövök a komolyabb témák, amivel addigra szia Imre, addigra még többet tudunk, de mondani fogok dolgokat, úgyhogy beszélhetünk János privátban, nagyon szívesen, nagyon jókat posztolsz. De most figyelj, ez egy őrült live, úgyhogy osszátok. Lori Hamburg, imádlak, Lori Németországú, he-he, hány szemem van rajtad. Figyelj, Evelyn, oszd a live-ot, most megőrültem. A poén az, hogy gondolom, Galvéba is szakad az eső, itt is. Figyeljétek, gumicsizmában a VMV is kirohant, gumicsizmában vagyok. Nem tudom, hogy hogy mutassam, és mindjárt táncolok az esőbe, naptelje a kezembe, napszemüvegbe, és olyan vízzel, hogy itt már az úton áll a víz. Gyerekek, igen, aki edzeni akar fogyókúrázni, csak tartson velem. Itt fogunk körbe rohanni. Hoztam magammal a naptejet égés ellen, úgyhogy nyugi, naptej van nálam égés ellen. Osszátok a live-ot, mert csak 5 percig fogok itt az esőbe. Ó, van nálam, látjátok, gumicsizmában vagyok. Hogy a csodában lehet ezt látni, hogy Na mindegy, csizma, látszik, hogy gumicsizma vagyok, edzős gatyával, szűk edzős gatya, gumicsizma, így kell fölöltözni mostan, 2020, a hideg ráz, amit értünk. Na várjál, a lényeg az, hogy a telefonom is szarrázik, csak én naptej, gumicsizma, szóval van itt minden, négy napszemeg, és ennyi, osztáltuk a live-ot, megőrült live-okkal fogok jönni, és igen, taposunk az esőbe. Buni van! Igen, Edit Live Show YouTube 024-ben karantén van. Isten óvjon benneteket tőlem, meneküljetek, mivel hogy ez fog mostában történni. Igen, lehet kint csapni a vizet. Hú, de jó, buli, nem állzik be, hány éves vagy, tök mindegy. Nem arról van szó, hogy mennyi, ez most komoly dolog. Igen, beszélni fogunk komoly dologról, de én most direkt viccbe jöttem be. Az majd az esti live-ba fog történni, úgyhogy most csak viccesen, faniú, szakadó esőbe. Itt fogunk edzeni, sportolni naponta, jöttök velem, és muszáj égés ellen napolaj, vegyetek ilyet is a boltban, amely most lehet kapni. Jön a nyár, gondolkozzatok előre. És napszemeg, szóval napszemeg azért legyetek főkészülve, az mindenkinek kölleni fog. Gumicsizma, nem árt, hogyha beszereztek egy gumicsizmát, úgy, mint én. Szóval a gumicsizma is muszáj, soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség, mai világban fő a biztonság, húzzatok gumit, gumicsizmát, ennyi. Úgyhogy igen, naptej van, szemüveg van, igazából mikor még. Gondolkozzatok kicsit, utána mindenkinek szép napja lesz, nem csak nekem. Jaj, de aranyos. Figyelj, kedves Grétike, nem tetszik a live-om, né nézd. Én ugyanis Írországban vagyok, te meg a bánatban, éppen unalmadban, ott pusztulsz, ahol vagy. Szóval, akinek nem tetszik, né nézze. És ennyi. Úgyhogy igen, buli, naptej, négy napszemüveg minimum. Szóval napszemüveg nélkül induljatok, mert hát a szempillámnak azért kell, hogy legyen valami. És a gumicsizma, a lényeg, a biztonság, rád írok, hogy... Tudom, János, hogy ki vagy, néztem a kommentjeidet, tegnap is, ma is, úgyhogy én is akarok veled beszélni komolyan, csak most épp egy őrült live-ban vagyok benne. Tudom, hogy ki vagy, beszéltünk már.
Hogy egy live után erre kíváncsi vagyok a véleményedre. El fogom mondani, be fogok jönni este egy keményebb live-val, ugyanis én már megjósoltam, hogy ennek a vírusnak ez még csak a kezdete, és nézzétek már, János, te kiraktad az oldaladra, ott láttam meg, hogy a véleményem az, amit már nem mondtam múltkor live-ba a YouTube-on is, jóslásnál valaki kérte, és el is mondtam, hogy ez még csak a kezdet. Úgyhogy fogok róla beszélni egy esti keményebb live-ba, nem egy ilyen őrült live-ba. Úgyhogy ennyi. Mindjárt hívlak János live után, beszélünk, jó? Úgyhogy tudom ajánlani gumicsizma mindenkinek, védelem, gumicsizma, naptej, és csapjuk. Hajde, jó benne. Na, szóval ennyi elég volt ebből az esőkös nyomajából. Nem a kommentek. De nem, hanem látom, amiket megosztottál, hogy mi történik most Afrikában, teljesen tudom én is, hogy mi a fene van ottan, a BMW itt szürkül, úgyhogy igazából ennyi. De az, hogy tudom, hogy miről akarsz beszélni, nem tudom, csak gondolom, ha nem látok. Igen. A napszövegeket féláron árulják mostan, mivel hogy esik az eső, tudom ajánlani. Úgyhogy, jaj, csóró telefon.